Egy bronz és egy ezüstérem lett a magyaroké a világ legnagyobb robotprogramozási versenyén Debrecenben. A kupát német diákok nyerték. A háromnapos bajnokságon 41 ország, 67 csapata vett részt. A 9-16 éves gyerekeknek programozásban és dizájnban is meg kellett mutatniuk, hogy mit tudnak. A nemzetközi robotprogramozási verseny debreceni világdöntőjén összesen 700 fiatal vett részt, akik 41 országból érkeztek. A háromnapos vetélkedésen terveztek, programoztak, majd a Legóból megépített robotokkal különböző, az idei tematika szerint a hidrodinamikához kapcsolódó feladatokat is bemutattak. 2,5 perc alatt minél több feladatot kell nekik megoldani. Egy Lego elemekből összeépített feladatokkal tarkított pályán, tehát így lehet legjobban imitálni ezt a versenyt. Itt megtalálható a víztisztítás, az esőnek az újrahasznosítása, virágöntözés és egyéb vízhez kapcsolódó feladat. Amiket készítettek a fiatalok, csak első ránézésre tűnnek játéknak. A kis gépeket számítógéppel programozva úgy kellett előkészíteni, hogy utána emberi beavatkozás nélkül teljesítsék a pálya feladatait. Mindenféle feladatot kell megoldanunk, és a feladatokra kell ilyen attachmenteket építeni, és hogy az, hogy nézzen ki, meg hogy mit tudjon csinálni. A versenyben egy koreai és egy brazil csapatot megelőzve a németek végeztek az első helyen. Robotdesign kategóriában az egyik döntőbe került budapesti csapat második lett, míg programozásban egy újpesti csapat a harmadik helyet szerezte meg.